mint a prédikációkban is, meg interjúkban is, mindenfelé, hogy hát azért milyen indítatást kaptam otthonról, a szüleimtől, a családomtól, a nagyszüleimtől, hogy fantasztikus gyerekkorom volt, nekem nagyon könnyű gyerekkorom volt, nagyon szép és nagyon tartalmas. Valahogy kaptam ezt a kegyelmet, hogy nagyon szerettem olvasni, nagyon szerettem kirándulni, túrázni, rohangálni, focizni társaimmal, mentünk ki az erdőre, fára másztunk, fa tetején csináltunk, kilátóval estünk, mindenfélét. Vívtunk, küzdöttünk, a patak nagy mederben, a patak mederben nagy gátat fogtunk, ahol megtelt vízzel akkoroltunk, fürödtünk, lubickoltunk. Hát rengeteg olyan élményem volt, és hát minden mellett ott a nagy család háttere. Az én nagyszüleim, nagyapám, Palánki nagyapa és nagymama, még ugyanabban az udvarban, még a nagyapámnak két testvére élt, közös udvarban. Külön házban persze, de mégis egy közös udvarban. És ahogy innen-onnan ezek az unokák úgy összeverődtünk, bizony nem csak a nagyapa szólított meg, hogy hát ne helytelenkedjetek itt, ne csináld ezt vagy azt. Tehát a nagy családnak volt egy ilyen védő, óvó, biztonságot adó közössége, és volt egy nevelő közössége, aki szembesítette a gyereket, vagy a fiatalt azzal, hogy hát ha valamit igen, akkor ezt nem. Tehát ez nem úgy megy. Szóval ilyen nagyon sokat tudnék, sok élményt tudnék, meg a könyvben is van néhány dolog, de nagyon sok olyan van, amiért nagyon hálás vagyok a Istennek, hogy ilyen helyen, ilyen családban nőhettem föl is, és hogy a szüleink igent mondtak ránk. Ugye a közösség összetartó ereje, az egy micsoda, egy fantasztikus nagy erő. És ezt ma azért is különösen hangsúlyozni kell, és hogy Püspök atya is ezt hangsúlyozza, mert talán nem vesszük észre, hogy tömegben élünk, azt hiszük sokszor, hogy ez közösség, pedig nem az, tömeg, mégpedig magányos tömeg, mindenki egyedül van ebben, egy szétbomló, magányos tömeggé válik lassanként a társadalom. No hát akkor megint ott tartunk, hogy mit veszített el Európa, mit veszítettünk el, és miben kellene újra felrázni magunkat. Püspök atya említ egy könyvet, és ebből egy mondatot idéz is. Az öröm útja, ez a címe annak a könyvnek, amelyet idéz a saját könyvében. Az öröm nem könnyed vígság, hanem tudatosan legyőzött szomorúság, sőt feladat. Erről már az előbb beszél, most én egy kicsit, hogy ugye humor nélkül persze nem úszhatjuk meg, idézőjelben. Én Pálus Antal jezsuita atyára szeretnék utalni ezzel a mondattal kapcsolatban. Igen, hát bár én itt ebben a körben, vagy hasonló körben azért sokszor idéztem az én tanítómesteremet, Pálus Antal atyát, aki egyik tanítómesterem volt, és a szeminárium időben Esztergomból Pilis Csabára hozzá kijárhattunk. Budapestre a lelki atyámhoz nem engedtek el az előjárók, de Pilis Csabáig ki lehetett menni, kirándulni is, közben bementünk az öreghez, és ő mondta ezt a mondatot, hogy soha semmi nem alakult úgy az életemben, ahogyan én azt terveztem, de nem cserélnék senkivel. Engem a Jóisten mindig a tenyerén hordozott, gyakran tapsolt, de egyébként mindig ott voltam a tenyerén. És ez a taps, ez ugye 9 év börtön, és utána, amikor 63-ban amnestiával szabadult, akkor gyakorlatilag Jézus szívében szerető főpásztor, most ezt nem kellett volna fölvenni, mert Jézus szívében szerető főpásztora eltiltotta minden.